Köszöntöm a nézőket, önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk! A várossal fizettette, majd felvette a biztosítási pénzt a kozármislenyi polgármester. Hűtlen kezelés és hamisítás a vád. Csontok, oktatás, haszonszerzés. Emberi test illegális felhasználással vádol orvosokat az ügyészség. Sakkvilágbajnokságra készül egy baranyai fiatal. Támogatás kell a hátrányos helyzetű sakkozónak. Női vállalkozók tartottak fórumot. Megalakult a VOSZ női vállalkozói szekciójának Baranya vármegyei csoportja. Segítik a gyerekek gyógyulását. 20 éve dolgoznak a pécsi Bohóc doktorok. Hűtlen kezelés és okirat hamisítása vád a kozármislenyi polgármester ellen, akinek bírósági tárgyalása csütörtökön kezdődött. A vád szerint az önkormányzattal fizettette ki a megkötött életbiztosításait a településvezető, majd a kötvények lejárta után felvette a pénzt. A hamisítást az önkormányzati bankkártyák használatát szabályozó rendelkezés aláírásával követett el az ügyészség szerint. A vád szerint még 2014-ben kötött életbiztosítást a kozármislenyi polgármester két biztosítóval és a város képviselőjeként. Ezek a település vezetőre vonatkoztak, az egyik életbiztosítás kedvezményezettje az önkormányzat, a másik maga Bíró Károly volt. Csütörtökön a pécsi járásbíróságon azt mondta, szerinte ezzel nem követett el bűncselekményt. Meggyőződésem szerint ezzel nem úgy hűtlenkezelést követtünk, hanem egy gondos gazda módjára előre takarékoskodtunk egy jövőbeni kiadás fedezeteként. Én utána a következő 5 évben ezzel nem foglalkoztam. Ez egy rendkívül alacsony költségtétel a önkormányzat költségvetésében. Viszont bizonyítja azt, hogy ez transzparens, hogy minden évben a költségvetési rendeletben külön nevesített soron szerepeltettük azt, hogy polgármester életbiztosítása, és erre fizetünk havi összesen a két kötvényre 35-40 ezer forintot. Egészen pontosan a városi költségvetésből fizették, közpénzből. A városvezető szerint azért kellettek ezek, hogyha nem nyer 5 év múlva, akkor ebből fizetik a végkielégítését és a lehetséges jutalmát. Mikor került az önkormányzatra az, hogy ezekhez a szerződésekhez szükség lett volna képviselőtestületi döntésre? Ezt kérdezte a bíró, ugyanis közben letelt az 5 év, a kötvény 1,5 millió forintos értékét kifizették a polgármesternek, aki saját számlájára kérte a pénzt. Mindezt úgy, hogy a kozármislenyi képviselők erről semmilyen döntést nem hoztak. Én akkor érzékeltem, amikor ez a pénz kiutalásra került, hogy akkor most ez megfelel a minden szabálynak, ennek megvan egy jó címe, és a kormányhivatallal is konzultáltam erről, ez már 2020 évelején volt. Így van, és ezt a részét elfogadom, hogy a jogcím az hiányzott akkor évvégén, 2019 évvégén. Ezért valahogy indokoltá és hivatalossá kellett tenni ezt a kifizetést. Erre 2020 márciusában került sor, amikor rendkívüli képviselői ülést tartott a kozármislenyben. Megállapítottak számomra jutalmat. Ez nem újdonság, mert szinte minden évben kapott a polgármester jutalmat. Volt a 10 év alatt volt 2 év, amikor nem. A többiben 4-5-6 havi jutalmat is kapott a polgármester, személy szerint én. Így a vádlott szerint nem volt semmi meglepő ebben az utólagos döntésben. Az okirat hamisítás kérdése az önkormányzati bankkártyák használatát érintette. Itt polgármesteri utasításban szabályozták, hogy ki jogosult ezekkel fizetni. Azonban itt később olyan okiratot módosítottak, aminek az eredetiét nem találták, illetve az időbeliség sem egyezett. Ugyanis az állítólagos 2014-es utasítás, amit 2015 módosítottak, olyan dolgozó nevét is tartalmazza, aki csak 2018-tól állt a kozármislenyi önkormányzat alkalmazásában. Az ügy tárgyalása tanúk kihallgatásával folytatódik pénteken.
Perbeszédeket tartottak abban az ügyben, ahol a vád szerint illegálisan használtak fel emberi csontokat oktatási célokra. A pécsi törvényszéken tárgyalt ügyben három vádlottat, két orvost és egy boncmestertet, ezért felelőssé az ügyészség. A vádat elfogultság miatt a Tolnavár megyei főügyészség munkatársa képviselte. Csak az elsőrendű vádlott jelent meg a pécsi törvényszéken, abban a perben, amelyben egészségügyi szolgáltató alkalmazottja által a foglalkozása körében üzletszerűen elkövetett emberi test tiltott felhasználásának büntette, és más bűncselekmények volt a vád. A korábban klinikavezetőként dolgozó fülor GG szakorvos a vádirat szerint olyan kurzus szervezett 2019-ben, amelyben ilyen úgynevezett sziklacsontok fúrását gyakorolhatták az orvosok. A koponya alapi részen található a sziklacsont, melynek a belsejében helyezkedik el a középfül, a hallócsontok, és a belső fül, a hallás egyensúlyozás szerve. A szakorvosi vizsga követelménye, hogy ezen a koponya részen a műtéti eljárásokat ismerjék és gyakorolják a szakorvosok. Ehhez hullákból vett sziklacsontokat használnak. A vád szerint ezen a kurzuson nem a szabályoknak megfelelően szerezték be ezeket. Az elsőrendű vádlottnak ebben egy boncmester és egy másik fülorgégész segített. A vádlottak terhére ott emberi test tiltott felhasználása bűncselekmény, szerintem ez az, amit még eddig nem tisztáztunk, azért valósult meg, mivel a sziklacsontok kivételének dokumentálása a vádiratban részletesen ismertetett jogszabályoknak megfelelően nem történt meg. És erre tekintettel az első és másodrendű vádlottak sem tudták jogszerűen igazolni a vitatott sziklacsontok megszerzését. Az ügyész szerint anyagi haszonszerzés motiválta őket. A vádirat szerint a boncmester darabonként 2500 forintot kapott a sziklacsontokért, az elsőrendű vádlott pedig felszámolta a kurzusra a jelentkezőknek ezt, 33 csontot biztosított személyenként a gyakorlásra, és 60 ezer forintot kért a kurzusért. Az elsőrendű vádlott terhére rója fel még az ügyészség, hogy VIP szobákat alakított ki a klinikán, és ezért anyagi ellenszolgáltatást kért a betegektől, akiknek a pénze az általa elnökölt alapítványhoz folyt be. Az elsőrendű vádlott védője egy tanúként meghallgatott patológus vallomását idézte. Soha egyetlen esetben nem jegyzőkönyvezik a sziklacsont kivételét a holttestből, és gyakorlatilag ez az elmúlt 40 év gyakorlatának megfelelő volt az előadás. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy akkor itt óriási baj van, mert itt kéne üljenek a vádlottak padján a patológia munkatársai, az összes rezidens orvos, aki azóta már nyilván különböző klinikákon dolgozik, és a szakvizsgájához a három darab sziklacsont fúrás okán hozzájutott ilyen sziklacsontokhoz, és az összes tanfolyamnak, az összes kurzusnak a résztvevője. A tárgyaláson kiderült, hogy csak 2019 után szabályozták, hogy be kell kerülnie a boncolási jegyzőkönyvbe a sziklacsont kivételének. Korábban ez nem volt gyakorlat. A védő szerint a patológián dolgozókra vonatkoznak azok a szabályok, amelyek a sziklacsont kivételének dokumentálását írják elő. Az oktatási célokra használt darabokról joggal feltételezhették az orvosok, hogy azok így lettek kivéve és kerültek át a klinikára. Ezért az elsőrendű vádlott felmentését kérte az ügyvéd. Így tett a másod- és harmadrendű vádlott védője is. A perbeszédek után ítélet két hét múlva várható, mondta a tárgyalást vezető bíró. Kivételes tehetségű, de hátrányos helyzetű pécsi tanulónak gyűjtenek a Tegyünk Együtt Jót egyesület tagjai. A baranyai kisfaluból származó fiú amatőr sakkvilágbajnokságra készül Görögországba. Az ehhez való költségekre nagy szükség lenne. A regisztrációra a pénz egy része már összegyűlt, azonban a bajnokságon való teljes részvételhez még tovább kell gyűjteni az egyesületnek. Ehhez kérik a segítséget. Orsós Kristóf mindössze két éve tanul sakkozni. A pécsi Kodály Zoltán kollégiumban Győri Gábor nevelő tanártól tanulta az alapokat, később pedig már komoly partikat is lejátszottak. Ma már megveri sakkban mesterét. Elsősorban ő megszerezette velem a játékot, és ő hogy mondjam, megadta az alapot, és tényleg koncentráltam, meg próbáltam legyőzni, de soha nem éreztem azt, hogy esetleg ez erőltetné rám, vagy hogy esetleg ha valami rosszat léptem, akkor se szírott le, vagy hasonló.
ő tényleg megszerettette velem a játékot, és adott egy biztos alapot. Tavasszal országos bajnokságon vett részt a sakkozó fiú. Sokszor azért az eszembe, hogy mi legyen a következő lépés, és ez tényleg így van. Ellenben egy versenyen nem egy helyben ülünk 3 órán keresztül, hanem közben sétálunk, megnézgetjük a többiek partiját is, és gyakran jobb az, ha elmegyünk egy másik táblához, és megnézzük, hogy ott éppen mi zajlik. És amikor visszamegyek a táblámhoz, akkor igen, leülök, és egy, akár egy 5 perc, vagy egy 10-et gondolkodok egy lépésen, de akkor általában megtalálom a legjobbat. A baranyai kisfaluból származó 17 éves gimnáziumi tanuló halmozottan hátrányos helyzetből érkezett egy pécsi gimnáziumba. Beilleszkedett, szorgalma tanulásban is megmutatkozik. Most pedig nem mindennapi eseményen vehet részt Görögországban. Korábban, még nem kezdtem a Csiszár Csaba nemzetközi mesterrel dolgozni, akkor izgultam, viszont ő tényleg egy nagyon jó edző, és szerintem vele nagyon jól fel fogunk tudni készülni. Egyébként maga a lehetőség szerintem nagyon nagy, és tényleg világversenyen szerepelni szerintem nem kis dolog. Korábban például csak egy országos jutottam, ami szintén nagyon jó élmény volt, szóval hiszem, hogy az is hasonló lesz. Egyedüliként képviselheti hazánkat egy amatőr sakkvilágbajnokságon október 26-ától. Ebben segíti többek között Győri Gábor nevelő tanár. Én sakkszakmai dolgokban nem tudok neki már segíteni. Amiben tényleg segítek neki, az egyfajta ilyen menedzsment, hogy meglegyen a repülőjegy, hogy belegyen fizetve a nevezési díj, hogy lelkileg rendben legyen, hogy a szükségletei, amik kellenek ahhoz, hogy a sakra tudjon koncentrálni, meglegyen. Ezekben tudok segíteni neki. Szakmailag pedig igazából most Csiszár Csaba saknagymester az, aki elsősorban egyengeti az útját. A világbajnokságon való részvételhez már eddig is érkezett támogatás, hiszen a költségek egyharmadát már be kellett fizetni. Azonban az ott tartózkodás és az ott zajló további tanulás, oktatás is komoly költségeket igényel. Ehhez szervezi a gyűjtést a Tegyünk Együtt Jót Egyesület. Szükségünk van még edzői díjra. Most már azt merjük mondani, hogy ki tudjuk fizetni az edzőt, ami nem kevés pénz havi szinten, illetve laptopot kell vásároljunk neki, mert hogy a családi háttér miatt sajnos neki nem, ő nem kapott az iskola által. Úgyhogy ez is nagyon fontos ugye a tanulmányai során is, illetve amikor kint lesz Görögországba, akkor vállalta a mesteredző, hogy online tartja vele a kapcsolatot, és akkor az előző meccseket ellenzi, és így fel tudja készíteni a következő napra még, így segítve őt. Bíznak abban, hogy közös erővel egy fiatal tehetség újabb lépést tehet a siker felé. Köszönnek minden segítséget. Ehhez kéri a támogatást a Tegyünk Együtt Jót Egyesület az alábbi számlaszámra. Megalakult a VOSZ női vállalkozói szekciójának Baranya vármegyei csoportja. Az első rendezvényüket csütörtökön tartották a Pécsi Tudomány Egyetemen. A résztvevők a különböző generációba tartozó munkavállalók értékeiről cserélték ki gondolataikat női vállalkozói szemmel. A fórumba online módon is bekapcsolódhattak az érdeklődők. A VOSZ női vállalkozói szekciója újonnan megalakult Baranya vármegyei csoportjának vezetője Egerszeginé Koncz Eliza lett. Első alkalommal egy napjainkban igencsak aktuális témáról tartottak fórumot, mely szinte minden vállalkozást érint, viszont ők női vállalkozói szemmel próbáltak értelmet adni a különböző generációk munkavállalásai során jelentkező értékeknek, mondta a csoportvezető. Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Baranyában megalakult a női vállalkozói szekció, aminek a célja a kapcsolatépítés, a közösségépítés, illetve oktatás, és tervezzük meg a jövőben is, hogy hasonló rendezvényekkel próbáljuk bevonni a női vállalkozókat, és szeretnénk a társadalomnak is felhívni a figyelmét a női vállalkozók értékeire, mert hogy egy picit láthatatlan munkát végeznek, és hát, hogy kitűnjenek ők is, hogy társadalmi szerepet vállalnak. A női vállalkozói szekció elnöke Lakatosné Lukács Zsuzsanna a 2022-ben megalakult szekció eddigi feladatvállalásairól, céljáról beszélt. Elmondta, hogy megalakulások óta azt igyekeznek bizonyítani, miért fontos női vállalkozóknak érdekképviseleti, edukációs és közösségépítő tevékenységet végezni. Ezért ezt a missziót országszerte hirdették. Ehhez kerestek női vállalkozókat, illetve női vezetőket, akik hasonlóan úgy gondolják, érdemes ezzel a témával kiemelten foglalkozni.
Mindig elmondjuk, hogy a női vállalkozói szekció az nem arról szól, hogy egy feminista szervezetet építünk, éppen arról szól, hogy a női vállalkozóknak, illetve a női vezetőknek vannak olyan erősségeik, illetve vannak olyan hiányterületeik, amiket érdemes azonosítanunk, beszélnünk erről, és közösen, vállalkozókkal közösen, érintett szervezetekkel közösen megoldani ezeket a kérdéseket. Az elnök asszony azt is elmondta, hogy azért női vállalkozókat összefogó szekcióról van szó, mert egy női vállalkozót, vállalkozást más motivál, mint egy férfit. Sokszor kisgyerek mellett indítanak vállalkozást, szerintem legtöbben erre gondolnak, amikor a nők gazdasági szerepvállalásáról beszélgetünk, vagy olyan kényszerből indít vállalkozást, amikor azt mondja, hogy ő már munkavállalóként nem tud tovább lépni, elérte az úgynevezett üvegplafont, és ahhoz, hogy a saját megszerzett szakmai tapasztalatát, tudását a legjobban tudja használni, ezért ezt vállalkozói keretek között érdemes neki vagy csinálni. Aztán a rugalmasság, ugye az a fajta vállalkozói rugalmasság, amit egy kisvállalati méretkategóriában még meg lehet valósítani, az megint csak egy nagyon nagy érték a női vállalkozók szempontjából. Tehát sokszor olyan témák is felmerülnek, amelyek egyébként adott esetben egy férfi vállalkozónál kevésbé jelenik meg. A megalakult szekció első rendezvényét szeptember 26-án csütörtökön tartották a Pécsi Tudományegyetemen. A fórumba online módon országszerte is bekapcsolódhattak az érdeklődők. Ünnepel a Piros Orr Alapítvány Pécsen. 20 éve dolgoznak a szervezet bohóc doktorai a gyereklinikán. A kórházba került kis betegeknek segítenek elviselni a megváltozott környezetet, a gyógykezelés nehézségeit. Pécsen 6 bohóc doktor dolgozik az egészségügyi intézményben. Köszönöm szépen! Tudjál nevem! Munkában a bohóc doktorok a Pécsi Gyermekklinikán. Az egészen kicsiktől a nagyobbakig segítik a beteg gyerekek kórházi ápolását elviselhetőbbé tenni, feloldani bennük a félelmet, feszültséget. Színházzal foglalkoztam, és ennek révén kapcsolódtunk be ebbe a fajta munkába. Akkor én nem sokat tudtam erről, sőt igazából semmit, és akkor döntött úgy a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány, hogy vidéken is elkezd bohóc doktorokat toborozni. És hát ismerősöktől értesültem, és úgy voltam vele, hogy hát megnézem, hogy mi ez, de nem nagyon tudtam igazából, mire számítsak, és aztán annyira jól sikerült ez a találkozás, hogy végül is maradtam, és így ez lett a szakmám. Amikor a gyerekek a betegségük miatt bekerülnek például a pécsi klinikára, akkor az egész addigi világukból szakadnak ki. Ezt az állapotot igyekeznek feloldani a bohóc doktorok, mondja az alapítvány művészeti vezetője. Nagyon sokszor nehéz, hogy nem csak a fájdalom van, meg a betegség van, de hogy ez az izolálódás érzés is van benne. És tulajdonképpen ebben a helyzetben, ami egy nagyon szorongással, stresszel, félelemmel teli helyzet, és nagyon idegen, ebben a helyzetben lépnek be a bohócok. És a bohócok mindig játékhelyzetet kínálnak. Tulajdonképpen ők egy olyan világot nyitnak meg, ami mindenkiben ott van belül, mert mindenkiben ott van a játékosság, mindenki valójában a lelke mélyén arra vágyik, hogy kapcsolódni tudjon, és hogy közösen játszunk, közösen érezzük jól magunkat. Ebbe a világba bevonják az orvosokat, az ápolókat is, így teszik teljessé és valóssá az élményt. A játéknak, bohóckodásnak jótékony hatása van a lélekre és a testre is, mondja a klinika igazgató. Ezt kimutatta egy korábbi vizsgálat. Hadd idézzek fel egy igen régi, ma már 70 éves talán vizsgálatot, ahol alultáplált gyermekeket kezeltek úgy, hogy megkapták a táplálásterápiát, és hát ennyiben állt az ő ellátásuk, illetve egy másik csoportjukban kicsit a Piros Orr bohóc doktorokhoz hasonlóan foglalkozásterápia is része volt az ellátásnak. Egy hosszú időszak végén az alultápláltság mérséklődése sokkal nagyobb fokú volt azokban, akiknek a lelkével is törődtek, nem csak azzal, hogy a megfelelő mennyiségű zsírt és szénhidrátot megkapják. Decsi professzor azt mondja, vannak olyan súlyos betegséggel küzdő gyerekek, akiknél nagyon fontos a bohóc doktorok munkája. Talán az onkohematológiai részlegünk az,
ahol a legkiélezettebb helyzetek lehetnek, ott nagyon fontos, hogy a pirosor bohóc doktorok személyében képzett szakemberek jönnek hozzánk. Abban a környezetben, ahol friss és már régebben kezelt rosszindulatú daganatos gyermekek vannak, ott egy legnagyobb jó szándékkal is, de éppen megérkező civil nem biztos, hogy megtalálná azt, hogy mit kell tennie. A bohóc doktorok 400 órás képzésen vesznek részt, hogy meg tudjanak birkózni a nehéz helyzetekkel a gyerekosztályokon, klinikákon az országban. Pécsen már 20 éve járják a kórtermeket a bohóc doktorok. Hazánkban 27 éve jött létre az alapítványuk. Jelenleg 34-en vannak az országban. Ők Budapesten, Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán, Tatabányán, Salgótarjánban és Kaposváron tevékenykednek. Pécsen 6-an dolgoznak közülük. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!